A kupa története eleinte egyesületeknek volt szervezve, hogy mondjuk Honvéd, Fradi, Vasas, de aztán áttértünk a kispesti általános iskolákra, illetve délpesti iskolák is vannak, tehát két pestcentimrei, meg egy erzsébeti iskola van itt is. Így alakult ki egy 8-as mezőny most a mai napon. Mivel mi ilyen szurkolói egyesület vagyunk igazából, tehát nem tehetségeket keresünk. Ez ilyen hagyományteremtés, akkor a Tihi Lajos egy óriási játékos volt, meg azt, hogy egy jó nap legyen itt. Itt a Bozsik stadionban a gyerekeknek ez nagy élmény. Tehát nem műfűvön játszanak, hanem füvön a Bozsik stadionban, ahol a Honvéd van, és vezeti a bajnokságot, úgyhogy szerintem nagyon jól sikerült rendezvény idáig. Mi vagyunk a mozgatórugója ennek a tornának, de nagyon sok támogatást kapunk a Kispesti önkormányzattól, itt a Honvédtól, vagy akár ilyen szponzoroktól, mint a CBA. Tehát azért vannak mögöttünk. Egy ilyen kis lokálpatrióta összetartást érzek szinte itt.